Na, közben a jól látom, hogy takció van. Button? Hát button itt check? Nem, itt szerintem semmi button nincs. Semmi button csekkolva, itt gyakorlatilag, de. Tudja, de ez igen ez. Jó, most megnézzük a fiúk a gombokat. Nem, nézzük meg a gombokat. Nem nézzük én meg. Azt gondolom akkor, hogy itt... Live match van. Itt igen, jó. Elég erősen megy jó. A hát csapatás. Akkor Ricsi be is húzta az első menetét tulajdonképpen a Kumával. Ricsi figyelj, ő el van. Közben hátra néz, kinéz, hogy mi újság, gyerek, család, rendben. Így van. Ánok tiszta, kurva jó lett a mozgás az repertoárja. Nagyon hát jól néz. Hát, igen. Szerintem ez a szántó mozdulat, ez a launch, ez lehet a launcherje. Így ott igaz. A tacu, Shoryuken alap basic combo. Egyébként Akumát is abszolút gyakorlatilag hithűen egyébként implementálták a játékban. Ugye ahogy látod ott a projectile, megvan neki ugye a Hadoken játéka, lehet vele rézselni. Bár ugye a 3D játék elemekből adódóan, ettől függetlenül ugye ez egyáltalán nem egy ilyen important tool a persze. Karakter játékában. Megy laza ugye sidesteppel egyébként, vagy egy ugye kitéréssel megcsináltad. És ott a Hyper Armor. Így igaz? Így van. Az rá és rámegy a szuper. Nagyon jó. Rámegy. Démon kick. Oké. Okay. De nagyon fontos, hogy itt úgymond a médiumok amúgy gyakorlatilag az overheadek. Ebből adódóan itt azért kicsit más a metálja a játéknak, mint a hagyományos kérdéseknél. Ezt Ricsi be is húzta gyorsan. Ezt Ricsi eléggé gyorsan behúzta. Egy vendég karakterrel ráadásul. Jó, és az ami az eléggé flagma dolog a Ricsi részéről, mert azért ja. Én legalábbis, amikor még a játéknak az elején figyeltem így a komolyabb versenyeket, akkor Aukuma egyáltalán nem volt optier. Hát az elején igen, le kellett elfelni. Punkó mindenkit elvert vele. De most én azt látom, most hogy, hogy egyáltalán nem, úgyhogy... Hát de Noctis is van. Szépen hozzá. Az Noctis az egy pari? Igen, az valószínűleg pari. Oké. Okay. Jó, az egy ló. Az így, igaz? Ez kettő is. Két ló. Overheadek, ott csak a launcher. Azért ilyen három szépen ott a projectile. Így igaz. Szépen. Jó volt. És ugye az... hát így igaz, így mennek a normálok. Az nagyon jó. Ajjaj! Így igaz. Az ugye átmegy, mert az igazából egy projectile. Ha, nem baj, megvan a launcher. Megvan. Eljünk tovább. Ott megvan szépen a sidestep. Ez ajaj, volt. A sweep az sweep. Megtöri a lendületet, és így igaz. És a pofárugás, így van. Még csak egy. Na lássuk, mi történik. Zsé mindig ezt a... Ajaj, és ott a... Láttad? Fókuszetek. Igen, van fókusz. Ékéje, SF4. Egy jó kis hithű mozgás. Jó, ez ki. A Tekken hitben nagyon fontos. Azt a mekkora panis volt, te jó ég. Hát itt még az asztal is megremegett. Gyakorlatilag egy szemtelen felkelés, ami egyébként azt a... Ott a pari, ez volt a pari. Ez jó. Volt, kijött a pari. Ó, a launcher. Viszont a launcher rámegy, ott a bound, és így igaz, a wall carry. Ez nem lesz jó. Hát ez az az igazság, hogy ha nem igen, kell. Nem csúszik le, mert wall spread volt, igen. Ugye? És ebből adódóan nem volt connect. De nem baj, még van egy szuperje. Aaa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 a
Mi? Mit tett? Hát az ütést, azt Reader, barátom. Hát, az overhead védve. Legalábbis nekem overhead nekünk. Azta! Jaj, de szép! Az ugye egyből cramping. Itt még level 1-en is, én úgy emlékszem a Tekkenben ez cramping, hogyha ugye a fókuszeteket így beadod. Ó, jó a launcher. Nagyon, nagyon szép. És az most szuper. Viszont megvan. Az nagyon fáj. Demon kick. Demon kick ugye a pushback miatt ugye gyakorlatilag az egy... Szép. Ez egy szép szóf, hogy... igen, szép dolog. Ez nem szép? Ezek szerint ez nem szép ez a teleportos? A teleport az nem szép szerintem, én is úgy tapasztalom, hogy... Jó. Látja Zsé, hogy vannak gepek, ugye igen. Itt a stringekből áll az egész játék, vagy legalábbis az alapvető része komboknak, és hát nyilván érzi, hogy van benne gap. Ajaj, az fáj! Ott a sweep. A sweep az amúgy homing. Egyébként magyarán ugye, hogyha kimozdulsz a térbe, akkor is el tud kapni. Az nagyon veszélyes egyébként Akumánál. Ajaj. Oké. Okay. Hát igen, egyébként volt egy-két pillanata azért Noctisnak. 2-0, hát ez elég gyors darab volt. Noctisnak voltak pillanatai.